Osztály, vigyázz! Ez most nem pusztán egy vezényszó, hanem a Széchenyi István Általános Iskola 7. évfolyamos tanulói által előadott ünnepi műsor, amely az 56-os eseményeket egy gimnáziumi osztály szemüvegén keresztül tárja elénk. Felkészítő tanár, Nagyné Kovács Valéria. Kérem, fogadják őket olyan szeretettel, amilyen lelkesedéssel a diákok készültek erre az előadásra. Déri Tibor szavai az 56-os forradalomról. A magyar történelemnek ez a legnagyobb forradalma. Egyúttal az első győzedelmes forradalom, amióta a magyar történelmet jegyzik. Ezt nem egyes emberek, nem politikai csoportok, nem nézetek és vélemények szították és hajtották végre, hanem népakarat. A suhanc forradalma, mondták. Mától kezdve a suhanc szó szentelődtem. Évek óta kétségbe esve figyeltem a magyar ifjúságot. Ájultan hallgatott. Október 23-án felállt, és helyreütötte a nemzetbecsületét. Megrendülten és tisztelettel megemelem a kalapomat előtte. Úgy, ahogy kívántam, és kértem és reméltem, 48 ifjúsága után most támadta hazánknak egy 56-os ifjúsága is. Szereplői. Csányi tanár úr, igazgató, Laci, Feri, Béla, Magdi, fiatal egy, Éva, fiatal kettő, fiatal három, fiatal négy, szónok Andrea. Légy ma gyerek, és játsz megint velem. Emlékezz, ahogy én emlékezem. Játsszuk azt, hogy félünk megint. Játsszuk azt, hogy játszunk megint. Hogy az idő nincs hályog alatt. Hogy a tangó divat. Légy ma gyerek, és búj függöny mögött. Lessük meg azt, hogy díszbe öltözött anyánk kultúrad is kurál, míg apánk a jövőnkről politizál, s minden kéz pohárra tapad. Izatom. Osztály, vigyázz! Nem kell úgy ordítani, fiam. Nem katonai perejdén vagyunk. Emberek vagyunk, nem állatok. Elnézést. Tanár úrnak tisztelettel jelentem, az osztály létszám 25 fő, 20 fő hiányzik, és csak 5-en vagyunk. Ma 1956. október 24-e van, és szerda. Soroljam a hiányzók neveit? Nem kell, fiam, nem kell. Remélem, nem esett semmi bajuk. Üljetek le! Képzelje, tanár úr, tegnap a BEM szobornál hatalmas tömeg volt. Tudom, fiam, üljél le. Földrajzóra van. Feri, osszad ki a térképeket, és keressétek meg Moszkvát. Na akkor keressük meg azt a Moszkvát. Hol van az a Moszkva? Hová bújtál, Moszkva? Azt hittem, könnyű megtalálni téged. Azt hittem, mindenütt jelen vagy. Nem politizálunk, nem politizálunk, hanem keresünk. Ugye? Földrajzóra van. Állítólag a rádiónál még lőttek is. Csönd legyen, Béla! Forradalom van, gyerekek! Keressétek tovább Moszkvát!
Megvan, megvan. Itt van, itt van. Osztály, vigyázz! Jó reggelt, fiúk. Csányi kolléga, örülök, hogy itt találom. A lányosztálytanára elfelejtett bejönni. Szeretném bejelenteni, hogy holnaptól egy hetes rendkívüli szünetet rendelek el az ellenforradalmi lázongások miatt. Forradalom. Mit mondtál, fiam? Mondja csak hangosan. Nem mondtam semmit sem. Gyere csak ki. Én a légy pisztenését is meghallom. Hogy hívnak? Kovács. Kovács László. Mi az apád? Csepelem Melós. Ki mondta ezt neked, hogy forradalom van? Senki. Ne hazudj. Nézd rám. Mondd csak meg nyugodtan. Na, el tudok neked mindent intézni. Főiskolára is mehetsz. Mondd csak meg szépen, ki mondta ezt neked, hogy forradalom van? A Csányi tanár úr? Nem. Az utcán hallottam. Na jó, akkor nap mindenedet. Még számolunk. Akkor hallottátok. Egy hétig nem kell iskolába jönni. Csányi kolléga, várom az irodámban. Nem árultam el a tanár urat. Csönd legyen! Itt még a falnak is füle van. Nem mondj egy szót sem, mert a végén mindenkit elvisznek. Tehát Moszkva. De hiszen már megvan, a Szovjetunió fővárosa. Igen, persze, persze. Vége az órának. Menjetek ki, mint az oroszok. Hallom, nem volt a tanárotok. Azt mondta az igazgató, hogy a tanárnő lebetegedett, de biztos, hogy a forradalom miatt nem jött tanítani. Csönd! Nem mondd ki a szót. Fent azért hívhatják kialkotásra. Jól van, jól van. Délután akkor találkozunk a múzeum előtt. Állítólag onnan indulunk a tüntetésre az Ávó székházhoz. Rendben van, fiúk, lányok. Éljen a haza, és éljenek a lányok! Kedves tanár úr, tudja, hogy az állásával és a tanári pályafutásával játszik? Lehet, de a dolgokat a nevén kell nevezni. Veszélyes vizeken jár, Csányi. Ha az utcán felborítják a törvényes rendet, akkor az ellenforradalom. Ez a rend elvette a jogainkat. A fiatalok az utcán a jogokért küzdenek és harcolnak, és ez forradalom. Milyen napra kész, Csányi? Véletlenül nem grófok voltak a szülei? Véletlenül ön nem angolkém? Megbélyegzés! Félelemkeltés! Ez a ti módszeretek! Válogass meg a szavidat! Ha végeztünk a csőcserékkel az utcán, te következel! Rajtad van a szemünk, Csányi! Nem menekülhetsz, te sem! A haza! Ruszkik haza! Halljuk a fiatalok követeléseit! Menjenek haza az oroszok! Halljuk a szónokot! Nem tudok mást mondani, csak amit eddig ti is elmondtatok. Az oroszok menjenek haza! Nem kérünk a gyámkodásukból!
Szabad választásokat követelünk. A bűnös vezetőket állítsák bíróság elé. Mindenki mondhassa el szabadon a véleményét, és ebből a házból engedjék szabadon a politikai foglyokat. Fiúk és lányok, azért kapjátok a fegyvereket, hogy megvédjük vele a Korvin közt, és felvegyük a harcot az Üllői út felől érkező oroszokkal. Nemzetőrök vagytok. Szallagot a Magdinál kérhettek. Kérek egy nemzetőr szalagot, Magdi. Pont az iskolát rendeztétek be bázisnak? Ezt a helyet a tanulásra találták ki. Tanár úr, maga itt, Laci gyere, itt van Csányi tanár úr. Jó napot, tanár úr. Maga is csatlakozik a Korvin köziekhez? Nem, én nem értek a fegyverekhez. Mi sem értettünk, de megmutathatjuk. Csak azért jöttem, hogy meglátogassam a diákjaimat. Azt hallottam, hogy a gimnáziumban sokan csatlakoztak a Korvin köziekhez. Igen, összesen 900 szabadságharcos van a Korvin közben. Ebből 25-en a gimnáziumban. Lányok is vannak. Igen, látom. Laci, biztos, hogy átgondoltátok ezt? Kézi fegyverekkel a tankok ellen? Tudja, tanár úr, nem tehetünk másképp. Minden magyar vállalná a maga részét, akkor most nem lennénk szinte lehetetlen helyzetben. Ha nem lenne kéz, aki kenyeret adna az oroszoknak, ha nem lenne vasutas, aki segíteni őket, akkor nekünk könnyebb lenne. Igazatok van. Ha 1945 után tiltakoztunk volna a legkisebb jogfosztás ellen, akkor lehet, hogy most nektek könnyebb lenne. Nem szabad tűrni akkor, amikor a cselekvés ideje van. Amit mi felnőttek elrontottunk, azt lehet, hogy ti fogjátok helyrehozni. Bár csak így lenne. Menjen haza, tanár úr, és imádkozzon értünk, és ne felejtsen el minket. Tanár úr, én sohasem tudtam megtanulni, hogy hol van Moszkva és a Szovjetunió, de egyet tudok, hogy akik onnan jönnek, azok rabokká tesznek. Maga rendes volt mindig. Viszontlátásra, tanár úr. Rendben van, fiúk, lányok. Mindenki a helyére! Maradjatok ülve. Maradjatok csak. Hiányzó van? Nem felel senki? Nem felel. Örök hiány. Örök fiatalság. Laci. Laci, hol vagy?
Feri, Béla! Miért van ez? Te meg csak nézel itt. Nevet. Tudom, hogy nevet. Kineveted az álmainkat. Te álmodozó. Miattad van minden, te álomkór. Nem tudjátok, hol van Moszkva? Akkor keressétek meg. Ott van az. Mindenhol. Az álomkór. Nem gondoltam, hogy életemben még eszembe jut. Tisztán látom, olykor mégis a szomszéd nagyfiút. Szombat este jött, hívás után. S félrehúzott, van egy balladán. Nem gondoltam, hogy életemben még eszembe jut. Mégis hallom borcsusogva a szomszéd nagyfiút. Azt csusogja, Orvin köziek. S félre néz a lakók közül, melyik hallja meg. A Orvin közben összegyűltek rég a nagyfiú. Fegyvert fogtak egy-két százan, nem volt más kiút. Ők voltak a Orvin köziek. S félre nézett, hogy ki hallja meg. Fegyvert fogtak régen egyszer, mint a nagyfiú. S összegyűltek Orvin közben, nem volt más fiú. Árvák voltak, úgy, mint te meg én. Senkik voltak, úgy, mint te meg én. Ők voltak. Tűzben és rongyokban, árván és boldogan, névtelen, kénytelen, Isten szem előtt.